Elindultam egy tehetségkutatóba, ott a dobogóra sem fértem fel, pedig én úgy gondolom, hogy hogy, 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 jobb előadó voltam, vagy énekes voltam akkor is, mint akik előttem végeztek. Én, én őszintén így éreztem. Szia! Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm szépen, hogy itt lehetek. Hogy vagy a téli hónapokkal kapcsolatosan? Hogy bírod ezt a szürkességet? Jól vagyok, de szerintem azt gondolom annak köszönhető, hogy sok dolgom van. A, a szürkességet nem, nem kifejezetten szeretem. Nem igazán értem a, az óraátállítással kapcsolatosan is vannak azért fenntartásai, mert én személy szerint még egyel előbbre állítanám, nem pedig egyel vissza. De hát ennek csak az az oka, hogy szerintem, hogyha 6 órakor följön a nap, az még teljesen jó, nyáron sincsen rá, szerintem szükség, hogy 4 óra 20 perckor világos legyen, viszont télen én még tudnám használni azt a 6 fél hetes sötétedést a 4 óra 10 perces helyett. De hát aklimatizálódni kell, és aztán az ember, hogy hozzászokik, hogyha sok dolga van, akkor egyébként sem domborodik az ki, hogy nekem hiányzik az, hogy világos legyen még délután de azért az furcsa, hogy az ember néha megadatik, hogy sötétbe indul, és sötétbe ér haza, pedig nincs is annyira késő. De való igaz, hogy inkább a tavasz szeretem még akkor is, hogyha sajnos itt a klímaváltozásnak köszönhetően abból már csak pár napunk van általában. Ha már szokásokról beszélünk, mi volt a legnehezebb számodra, és ma mi a legnehezebb, hogy, hogy a társággal, a celebséggel, hogy, hogy megszokd? Hát a celeb a cele szót azt kifejezetten nem szeretem, mert ugye Amerikában úgy használják azt kell, mert ugye hírességként vannak titulálva, itthon pedig azt gondolom, hogy inkább a celebek alatt azokat az embereket értjük, akik mondjuk rengeteg pénzt keresnek, csak senki nem tudja, hogy mivel. És én zenész vagyok, és lehet, hogy az átlagnál, átlagembernél ismertebb vagyok, de a sztár is azt gondolom, hogy sokkal inkább egy Presser Gáborra érthető a teljeség igénye nélkül, mert mondhatné még, még jó pár olyan zenész például, vagy színész. amit nagyon nehéz volt megszokni, az a, a civil állás, a civil életmódot elhagyni. Az az egyébként nagyon jól meghatározható és kézzel dolog, hogy hétfőtől péntekig az ember csinál valamit, meg van mondva, hogy mettől meddig arra fel lehet készülni, utána pedig van egy teljesen mindegy, hogy mennyi, de tudunk egy intervallumot meghatározni, hogy ennyi a szabadidő. És hát amikor el kellett döntenem, hogy a kettő együtt most már nem fér meg, mert nagyon nehezen engedtem el a, a civil állást, mert nem tudtam, hogy mennyire biztos az, amiben belecseppentem. Észrevettem, hogy igazából ha ezt így folytatom tovább, akkor egyiket sem fogom olyan minőségben csinálni, mint amilyenben szeretném. Úgyhogy tudtam, hogy meg kell lépni, úgyhogy az éneklés mellett még bő egy éven keresztül dolgoztam, de a vége az már szörnyű volt. És aztán, amikor ezt elengedtem, akkor nem tudok rá jobb szót mondani, mint hogy semmire kellőnek éreztem magam, mert a hétvég az mindig uh, tele volt tennivalóval, de az, hogy nagy általánosságban hétfőtől péntekig semmi dolgom nem volt, csak mondjuk néhány interjút e-mailben megcsinálni, az bennem frusztrációt kelt. Tehát azt, azt éreztem, hogy, hogy nincs értelme semminek mert nem tudok mit csinálni, ahhoz képest, hogy ugye az embernek egészen odáig megvolt hétfőtől péntekig reggel héttől délután ötig a dolga, utána pedig igyekezett jól sáfárkodni a maradék idővel. Ahhoz képest rám szabadult tonnányi, hát kvázi szabadidő, mert nyilván azért teendők voltak, csak más jellegű volt, és ezt a, ezt a szabadságot nagyon nehéz volt feldolgozni. Most pedig ott tartunk, hogy ami most zavar, válaszolva a kérdésed második felére, az pedig az, hogy egész egyszerűen nincsen egyensúly ebben, a, ebben az életmódban, és ez, ez, egyáltalán nem egészséges. Meg is lett neki egy gyümölcse. <laughs> Ugye volt tavasszal egy tripla gerinc sérvem, aminek nyilvánvalóan semmi köze nem volt ahhoz, hogy fizikailag ne lettem volna erős, tehát a totális lelkieredetű problémáknak a, a fizikai kivetülésének mondhatnám, mert ami nem hajlik el, az, az eltörik. Mi kellett volna még, hogy meghajlítsa a hátadat, a derekadat? Mi történt? Mi volt még ott? Nagyon sok minden történt. Hogyha egy mondattal kellene megfogalmaznom, akkor az értékrendemet kellett volna figyelmen kívül hagynom, és akkor gyönyörűen lehetett volna hajlongani, csak az meg nem élettem volna. Kifejted egy kicsit? Az elmúlt négy év nekem igazából arról szólt, hogy, hogy megtanuljam, hogy hogyan nem szabad csinálni a dolgokat. Azt gondolom, hogy amikor az ember valamit elkezd, és valamiben frissen belecseppen, azt nem lehet jól csinálni. Biztos, hogy nem lehet jól csinálni. Tehát egész egyszerűen a buktatókon át kell esni, csalódni kell, meg kell tapasztalni, hogy, hogy miért nem jó az, ahogy eleinte gondoltuk, és elképesztően nyitottnak kell lenni. És fogadni az impulzusokat, és meghallgatni mindenkit, aki többet uh, tud nálunk az adott témáról, de nem feltétlenül uh, abba az irányba menni, mert ami valakinek jó, hiába akar jót, az nem biztos, hogy. Ezek már a leskék, amiket levontál, ugye? Igen, de ez, ezt mondhatom a zenész uh, mi voltomnak az egészére. Tehát ez, ez igaz az éneklésre, ez igaz a gitározásra, ez. ez um, ez igaz a, a színpadi jelenlétre, ez igaz a magabiztosságra, ez, ez igaz a dolgaimnak az organizálás, ez mindenre igaz. A menedzsmenttel való kapcsolatra, hogy én mennyit adok magamból, hogy mennyit várok el, hogy elvárhatok-e egyáltalán, ezeket mindet meg kellett tapasztalni, egy nagyon komoly csiszolódás és irgalmatlan tanulás. Tehát azért mondom, hogy egy mondatban úgy tudnám összefoglalni, hogy az elmúlt négy év nekem arról szólt, hogy megtanuljam, hogy hogyan nem szabad járok egyébként kineziológushoz, amit egyébként szerintem jó lenne, hogyha a TB-re fel lehetne írni, mert szüksége lenne rá mindenkinek. Ott is végvezettük igazából a, az életemet, és arra jutottunk, hogy amire igazából még büszke lehetek, és ezáltal fényezem magam, hogy én soha nem engedek el semmit, amit, amit kitűzök. Melyek azok a fő vonásaid, amelyekre büszke lehetsz? Büszkék lehetnek a szüleid, um és ki vagy te valójában? Hát az, az önmagam fényezés azt hiszem kimerül ebben. hogy <laughs> van egy dal, amivel végtelenül elégedett vagyok, mert hibátlan mellett énekelve. Illetve tényleg az, hogy ahogy, ahogy körbenézek, ez igazából utólag értékelődött fel bennem, hogy nem annyira kitartóak az emberek és még hogyha egy-egy buktatót még, még sikerel is vesznek, valahogy utána lendületet veszítenek, és, és, és feladják. És azt gondolom, hogy ahhoz, hogy, hogy az ember kitartó legyen, ahhoz nyilvánvalóan kell valamit, nevezzük szerencsének, de szerencséje az embernek csak akkor lesz, hogyha kitart. Tehát előbb-utóbb... Meg ha megteremti magát. Igen, tehát ha, ha, jó úton járunk, akkor elméletileg jönni fog. Ezt azért mondom, mert, mert én hiába délelgettem a, a, az álmaimat, azért voltak olyan dolgok, a, amik amik közrejátszottak abban, hogy így sikerüljön. De én úgy fogom fel, hogy valamiért valamit. Elindultam egy tehetségkutatóba, ott a dobogóra sem fértem fel, pedig én úgy gondolom, hogy, 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 hogy jobb előadó voltam, vagy énekes voltam akkor is, mint akik előttem végeztek. Én, én őszintén én így éreztem, és csak a negyedik lettem. Kudarcnak élted meg? Hát ezt nem lehet sikernek megélni, mert uh, engem az egyáltalán nem zavart volna, hogyha ha nálam jobb énekesek. Ha nálam az én értékrendem szerint jobb énekesek megelőznek, mert akkor tudom, hogy hol a helyem. Tehát én eleve úgy néztem a válogatót is, hogy találtam kettőt, aki azt mondtam, hogy ha ah, minden is. És ha nem veted össze magad, a tudásodat a másikéval, akkor nem tudod, hol a helyed? Ez nagyon jó kérdés. Ugye aztán rájöttem, hogy nehéz összehasonlítani, és nincs is miért hasonlítani a, a, az embernek magát. De ugye az ott szakmai alapokon feküdt a dolog. Tehát nem is az volt a kérdés, hogy ki az, aki igazából úgy jó. Azt előadom. mondod, hogy objektív volt? Az teljesen. Mi az objektivitás szerinted? Egy a, adott egy szemben? dal, hogy énekli el. Ha nem tudja elénekelni, akkor nyilvánvalóan. De akkor ki volt az objektív, és ki volt a szubjektív? Mert azt mondod, hogy jobb volt el azoknál, akik, akik Ez megelőztek téged. Tehát nem azt néztem, hogy hogy adja elő, hogy milyen érzéseket váltana egyébként ki, hanem, 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 akkor ezt én úgy néztem, hogy hogy van elénekelve a dal. És volt ott két ember, aki döbbenetesen, fantasztikusan minden ott volt, ahol, ahol ott kell lennie, és, és voltak olyanok, akik ettől függetlenül engem megelőztek, hogy nem voltak pontosak. Tehát ez pusztán szakmában semmi emberi uh -huh. dolog nincsen. Úgyhogy ezért mondom ezt objektívnek. Tehát én a válogatók során mondtam, hogy tök jó lesz nekem a harmadik hely, mert rögtön megállapítottam, hogy van kettő, aki, aki sokkal régebb volt a csinálja, akiben sokkal több kilométer van, nyilvánvalóan jobb. Na mindegy, negyedik lettem. Jó lett volna felférni a dobogóra, úgy éreztem, meg, még volt egy tök jó amit nem tudtam elénekelni. És hogy így indult a dolog, ez egy kudarc. Tehát alapvetően kudarc, mert, a, mert az ember nyilván abban reménykedik a, a, a végén, hogy, hogy, ott lehet a végén, hogy megmutathatja, hogy a lehető legtöbbet énekelheti, de ez képest ugye nem úgy sikerült. Tehát nyilván mindenki a, 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 döntőben, mindenki szeretett volna a dobogóra felállni. De nem zavart, és tudtam azt, hogy, hogy itt egyáltalán nem vége van a dolognak, hanem most kezdődik, és hogy a melót most kell belepakolni. És azt gondolom, hogy nagyon sokan ott a versenytársaim közül ezt rontották el. Ők azt hitték, hogy innentől kezdve rendben van. Én pedig tudtam, hogy na most kell akkor elkezdeni dolgozni. És bízom benne, hogy ez a mentalitás, az a felfogás, ahogy, ahogy, hozzáálltam a zenéhez, vagy amit csinálok a saját dalaimmal, amikor énekelek és közvetítek, annak is köszönhettem azt, hogy, hogy a, rögtön elsőként az Andristól kaptam egy olyan dalt, amit nyilván utólag remélek, ha más énekel, akkor nem feltétlenül akkor a siker, mert akkor az azt jelenti, hogy én is kellettem volna hozzá, de az a dal az nekem viszonyatosan kellett. Ha nincs az a dal, akkor simán elsőjedek. És lehet, hogy most sem beszélgethetnénk itt, vagy vagy nem beszélgethetnénk arról, hogy milyen koncertek voltak, milyen dalok voltak, meg milyen koncertek lesznek, és milyen uh, dalok, mert nem lennék. Hogy fognak telni számodra az ünnepek? Nem vagyok vallásos, a családom sem az. Várom viszont, de, de nem a karácsony a lényeg, hanem az, hogy azzal mit csinálunk. És nekem, nekem sokkal fontosabb az, hogy, hogy otthon vagyok a családdal, és töltött káposztát eszek akár reggelire, mint hogy misére menjek. Én, 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 ilyen vagyok, én szeretem azt a csendet. És angol bajnokságot nézünk, és, és dárcot nézünk, és viszek haza minőségi skót whiskyt és nekem, nekem, er, nekem a csendről szólt, nincs telefon. Amíg a mama velünk van, addig a, addig a szenteste az sérthetetlen, és az továbbra is nála van. Tekintettel arra, hogy a szüleim elváltak, 25-én megyünk édesanyámhoz, illetve a kisugomhoz, akkor egy ilyen ott alvos, karácsonyi dolog van. Korai délelőtt indul, ott alszunk, és 26-án indulunk a, a barátnőmnek a szüleihez. És akkor ott is, ott is ott alszunk. Úgyhogy ilyen mozgalmas, de ezt én iszonyatosan szeretem. És kihangsúlyozom, nem a karácsony miatt, hanem, hanem amiatt, hogy, hogy ezt az ünnepet, ezt mindenki úgy kezeli, hogy jó, akkor ilyenkor nem telefonálok, meg nem küldök e-mailt, meg ilyesmi. Úgyhogy imádom a telefonmentes időszakot, és ilyenkor az ember így nyugodtan elteheti. Mert imádom hat óránként fölvenni a telefonomat, ránézek, és nincs ott semmi, csak az idő, és visszateszem. Melyik az a gondolat, ami legtöbbször visszatér? a lelked Mivel kapcsolatosan? Hát saját magaddal, az életeddel. Az, hogy mi lett volna, hogyha, ha nem megy szét a térdem. És mi lett volna, hogyha ha ezáltal nem veszek fel egy gitárt. Mi lett volna, hogyha öt évnyi unszolás után mondjuk nem megyek el egy tehetségkutatónak a válogatójára, mert sor akartam elmenni mi lett volna, hogyha te sporttal kapcsolatos ez a mi lett volna, mi lett volna, hogyha a szüleimtől kapok olyan támogatást, hogy egyáltalán egyszer megnéztek volna akkor, hogyha valamit csináltam, hogy ez nem történt meg. De hangsúlyozom, hogy nem haragszom rájuk, tehát mindenkinek megvan a saját szeretet nyelve, és az övökéhez ez nem, nem tartozott hozzá. Pedig jó voltam, az az Mit kezdesz ezzel a nagyon mély szomorúságoddal, ami így végigvezeti ti a lényedet? Szerintem ennek köszönhetem, hogy kellőképpen zárkózott vagyok egyébként. Kell, hogy az légy? Mm, nem biztos, de én így jól érzem egyébként magam. Mindenki azt hiszi, hogy, hogy ilyen mély labú ő rajtam, pedig ez nem igaz egyébként. Tehát én rengeteget, rengeteget bolckodok, de... De az egyik nem zárja ki a másikat? Sőt, én kifelé nem játszom meg magamat. Tehát én totál csendben vagyok. És általában az is szokott lenni, hogy az emberek megijednek a nyugalomtól. Hogy érzed? Mi a, mi a dolgod a Földön? Gyógyítani. Gyógyítani. Mm. Mm -hmm. Zenén keresztül, vagy valami más eszköz? Zenén keresztül Igen. gyógyítani. Mm. Mm -hmm. Hogy tudsz visszajelzést kapni arról, hogy a munkád, és akkor ez a missziód, ez, ez, ez jól van elvégezve, eljut oda, hova el kell jutnia? Hát onnan, hogy olyan emberek vannak a közönség soraiban, és olyan embereket gyűjtünk a közönség soraiban, akik hasonlóképpen éreznek egy adott dal során, mint amikor én azt előadom. Tehát amikor ezzel valaki tud azonosulni, akkor én, illetve a zenekarunk az, az nyilván győzött. Az most mindegy, hogy itt most 50 emberről beszélünk egyébként, a hogy, vagy, ról Persze. viszont ennek okán, hogy nem, nem csak és kizárólag gazdasági érdekek fűznek a zenéhez, hanem hanem az, amit csinálok, én is érzem, hogy tehát engem is tisztít, vagy engem is gyógyít közben. Ez egy írtózatosan lassú folyamat, és egy ilyen szerves fejlődés, mint amikor a gyertya láng Miből szépen. gyógyít ki téged? Nem is tudom. Egyszerűen csak azt érzem, hogy jó. Van ez, a, ez az élmény a a koncertek között, amikor a, akkor nem feltétlenül tudom, hogy hol vagyok, vagy, vagy melyik dalt énekelem, mert a de Freddy, végül... te mondtad az előbb, hogy téged is gyógyít. Hát az ember tiszt... Mindentől megtisztulok. Tehát nyilván az ember annyi stresszt vesz föl mm. uh, magával, hogy amikor fölmegyek, akkor, akkor azt érzem, hogy, 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 hogy robbanok. Mi a véleménye a nagymamádnak a zenédről? Én azt gondolom, hogy ha kutyaütő lennék, ő akkor is büszke lenne <laughs> A, a nagymamám csordultig van szeretettel. Én azt gondolom, hogy teljesen mindegy, mit csinálnék, vagy hogyan. Nem egyszerűen képtelen lenne nem is kritizálni, de egyáltalán még tanácsot se adna, hogy hogyan csináljon másképpen. Neki minden pontosan úgy jó, ahogy az unokáit csinálják. Egy utolsó kérdésem lenne még. Ha nem tudom, hiszel-e az előző életekben a reinkarnációban? Különben nem járnék kineziológuson. Szuper. Mi leszel a következő életedben? Nagyon érdekes. Erre sose gondoltam. Az biztos egyébként, hogy ugye bazi öreg vagyok, tehát ezt érzem. De gondolom, hogy, hogy, hogy ember maradok. De hogy mi lesz a feladatom, inkább az a tehát én az elmúlt másfél évben járok kineziológushoz, és uh, fantasztikus a dolgokat lehet kifésülni. Mi leszel? Nem tudom. meg nem is érdekel. Mi lesz a dolgod? A... Lehet, hogy már most készülhetsz, nem? Hát mindannyian azt csináljuk. Vagy igen, vagy nem? A... Ugye a hitrendszertől függ. közöm sincs. Nincs. Uh -huh de nem is, nem is feltétlenül kell szerintem tudni, nekem nekem az a dolgom, hogy amiért most itt vagyok, azt, azt igyekezzem beteljesíteni, és én úgy érzem egyébként, hogy úton vagyok. És uh, azt nem mondom, hogy ez megnyugvással tölt el, de de ambícióval meg, meg, meg lendülettel tölt el, hogy, hogy kíváncsi vagyok, hogy mi a feladatom. Mert az biztos, hogy uh, még nem teljesítettem be, tehát még, 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 nagyon a, még, nagyon az úton vagyok, de azt gondolom, hogy az már fél győzelem, mert, mert sajnos nagyon sokan, meg nyilvánvalóan én is, tehát nagyon sötét időszakom is volt fiatalkor, amikor kóvályogtam. Gőzöm nem volt, hogy, hogy mit kell csinálni. Tehát meghozni egy olyan döntés, hogy az ember ott hagyja a főiskolát, ezt elmondani a szülének, ez, ez, ez nem egyszerű. Tehát ne, nem adatott meg nekem az, hogy úgy születtem le, hogy én azonnal tudtam, hogy zenész leszek. Mert ugye vannak természetesen ilyen kollégák is, hogy három évesen már, már ütögette a dobot, és nem volt kérdés. Nekem, nekem valahogy oda, oda, el kellett jutnom. Idő kellett hozzá, de én most már hiszek abban, hogy, hogy zenész vagyok. Hiszek abban, hogy ha nekem adnak egy dalt, akkor meg tudom úgy csinálni, hogy senki más. Ami nem biztos, hogy egyébként az a legjobb, de az biztos, hogy rá tudom nyomni úgy a névegyemet, ahogy más nem fogja, nem fogja tudni, és ha viszont erre képes vagyok, akkor remélem, hogy mondhatom azt, hogy van és lesz annak létjogosultsága, ami bennem van, és amit én is még most ismerek, meg megformálok és aztán az emberekkel létárok. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél. Igen, köszönöm. Uh, nagyon világos és nagyon, nagyon szívet melengető telet kívánok neked, és kívánom, hogy a jövő éved olyan legyen, amilyennek megálmodtad. Nagyon kedves van. A hasonló jókat szeretnék kívánni. Minden kedves nézőknek szeretnénk a figyelmébe ajánlani akár ezt a beszélgetést is. És remélem nem sértettem meg azzal senkit, hogy nekem nem a karácsony a fontos, hanem az, amit kezdünk vele. De tényleg mindenkinek nagyon boldog ünnepeket. Nagyon szépen köszönöm.